eredményesség szempontjából mennyi akadémia versenyzővel találkoztak a döntőkben, különböző versenyeken? Egyre jobb, tehát a Győri Gladiátor is egyre több bajnokot, most ugye múlt héten volt az ifi magyar bajnokság, nekik is lett több magyar bajnokok döntősük, a Botos Akadémiának Botos Karcsi révén lett egy magyar bajnokok, és hát ugye a madárfészek is termeli a bajnokokat, úgyhogy ugye ez a központi munka azért csak meghozza a gyümölcsöt, és egy kicsit koncentráltabban lehet. Na, a következő pár. Székely Áron és Szőlősi Áron. 45 kg-ban vívják a mérkőzést. Magyar bajnoki címért. Székely Áron Lelléről jött, Szőlősi Áron Egerből. Szőlősi Áron a esélyes, ő volt kint az EB-n is, hogy ügyes, tehetséges gyerek, nagyon jó motiváltsággal. Igen, az egriekkel az utóbbi időben szinte majd, hogy nem mindig lehet találkozni a döntőkön. Komoly küzdelem van itt is jelen pillanatban. Nem mondhatni, igen, hogy unatkozna a közönség. Igen, az első percben ugye próbálják kialakítani a nyerő megoldást. Ugye Szőlős Áron látja, hogy az ellenfel az elég keményen jön előre. Hát ezért értelemszerűen neki ki kell boxolnia, és jól tartja a távolságot, gyorsan ugrik be, és gyorsan is lép vissza. Most is jól tartotta a távolságot. Jobbra-balra mozog, nagyon jól csinálja. De jövő nagy reménységeit láthatjuk nagy valószínűséggel ismét a ringben. Általában ugye a nagyobb menetidőknél, illetve a nagyobb menetszámoknál ott fel vannak építve, hogy mennyi idő van arra, hogy kiismerjék az ellenfelet, tapogatóznak, igen, különböző technikákat váltanak. Ez egy klasszikus szisztém, ugye ha már ismerik jól az ellenfelet, akkor már lehet úgy bemenni, hogy eleve egy meghatározott taktikával. Édesapám, aki az edző volt, nagyon sokszor kérte a szülőknek az elején lepjen meg, támadjam le, ugye az ezt mindig arra készülnek, hogy ugye első megszokták, hogy én tapogatózni szoktam, balokkal előkészítem, ha egy pár bal egyeneset találok, akkor már a lelki fölé nálam van, ugye, és ugye az ellenfél talán indulatba is kerül, hogy milyen bal egyeneseket kap be, ugye bal egyenes a ökölösnek az alfa és az omegája, tehát ezt mindenre lehet használni, és nagyon fontos, hogy ezt sokféleképpen tudjuk ütni, sokféle ritmusban, időben, most nem akarom ezt teljesen ragozni, de ez nagyon fontos. Mennyire tud regenerálódni két menet között egy serdülő? Hogy mennyire van egyáltalán szüksége regenerálódásra, mert ugye másfél perc elég pörgős mérkőzéseket látunk. Hát ez az egy perc, ez bőven elég arra, hogy ugye ez megint egy olyan dolog, ami most így szép jobb egyeneset talált most Szőlősi. Azért nem mondom, hogy Áron, mert a másikat is Áronnak hívják. Igen. A hajrá Áron, az most mindenkinek szól. Hoppa! Elvesztett az egyensúlyát csak. Tehát ez az egy perc szünet, akár három perc, akár másfél perc, ez ugye ezt is ugye tanítani kell, hogy ugye nem csak szünet, hanem intenzív pihenő, aminek megvannak a technikái, hogyan lehet a semmit, úgymond semmit tevésből, tehát koncentrált technikákkal még pihentebbé tenni a versenyzőt. Amit nagyon fontos tanítani, hogy egy nehéz, kemény másik, mert ugye mindig az ellenfélnek az akarata érvényesül, ha hagyjuk. Ha most jön egy, például mint a mostani mérkőzésen is látjuk, a Szőlős Áron mozog el, és itt van egy keményen támadó ellenfél a piros sarokból, akkor ugye el kell mozogni, és akkor mindig
aki jobban alkalmazza a saját harcmódulát, annak a harcmódulra érvényesül. Akkor viszont én meg lépéskényszerben vagyok, és lehet, hogy elfáradok. És ezért nagyon fontos, hogy a szünetben úgy föl tudjuk frissíteni a versenyzőket, úgy ki tudja pihenni magát ezekkel a tanult technikákkal, hogy úgy menjen be a harmadik menetre, mint hogy az első menetre menne be. És ezt meg lehet csinálni. Jó látni a csillogó fiatal szemeket, még igen, így is, hogy ugye a ring sarkában vannak. Gyors bajokba kezdett, aztán bekapott egy balhorgot. Igen, a piros soroknak aktívabbnak kell lennie ebben a menetben, hogy a bírókat meg tudja győzni. És az előző menetben szépen körbeboxolták. Igen. Most is jót nem ment, mert jó érzékű verseny, nagyon szőlős járon a kék sarokból. És jól ki tudja használni. Tehát ugye hát ő is kim volt az EB-n, kim volt velünk Írországban is, és hogy nagyon jó mérkőzéseket csinált. Igen, és most már lehet látni a kék Áronon egy kicsit elfáradt, mert nyitva a szája és kicsit kevesebbet kezdeményez. De szép volt, szép balhorog, leforgásos balhorog. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon stílusos döntőt igen, láthatunk. Igen, nagyon jó mérkőzés. És a székelyáron is egyszer-kétszer keményen betalált. Mert azt ugye tudni kell, hogy mindig a támadó versenyzőnek nehezebb. A védekező versenyző az mindig előnyben van, nem ő neki kell kezdeményezni. És egy fontos tudnivaló, hogy aki kezd, mindig az van a hátrányban, mert akkor kinyílik az alapállásából, és azt párhol meg lehet kontrázni. Hát ezért nagyon fontos, hogy hogyan támadunk. Tehát egy jó kontrabunyós gyakorlatilag igen, előnyben van? Előnyben van, igen. Ez ilyen támadó bunyót, az ugye nagyon nehéz. Ugye láthatjuk Mike Tyson-t, hogy milyen, hogy mondjam, olyan ösztönszerűen csinált, nagyon sok munka volt benne, hogy ezt ő így meg tudja csinálni. Ha mindig azt mondtam, hogy Mike Tyson nézzék meg lassítás, hogy látjuk, hogy mennyire laza. Ilyen gyorsnak csak úgy lehet lenni, hogyha laza valaki. Viszont nagyon fontos, hogy a izomtónus váltás, amikor odaér az öklökhoz, kőkemény legyen.